Mi Hazánk mozgalom a rend pártján áll, mint rendpárti mozgalom, ezért kiemelten a rendvédelmi dolgozók mellett vagyunk, mert rend és közbiztonság, ezek elengedhetetlenül fontosak egy ország működésének szempontjából, ehhez viszont megbecsült rendvédelmi dolgozókra van szükség. Sajnos az a helyzet, hogy most ez messze menőkig nincs így, gondoljunk csak arra, hogy az új költségvetésben mintegy 4,8 milliárd forinttal kevesebb jut a rendvédelemre, mint az azt megelőző évben. Korábban néhány héttel ezelőtt követeltük és online petíciót is indítottunk, és országgyűlési határozati javaslatot is benyújtunk a parlamentben, hogy azokat a munkavállalókat, akik azért veszítették el az állásukat, mert nem voltak hajlandóak felvenni a Covid-oltást, őket vagy kártalanítsák anyagilag, vagy pedig helyezzék vissza őket munkahelyeikre. És mint az előbb mondtam, a rendvédelem rendkívül fontos az ország biztonságának szempontjából, ezért kiemelten kell követelnünk a rendvédelmi dolgozók esetében és a honvédek esetében is ezt a fajta kártalanítást, vagy pedig azt, hogy helyezzék őket vissza hivatásukba, ugyanis nem egy ilyen esetről tudunk, és ez az igazságtételi elvárás, ez rájuk is vonatkozik, sőt, amint az előbb kifejtettem, a rend és biztonság szemüvegén átnézve, nagyon fokozottan vonatkozik rájuk is, természetesen sajnos számos más probléma is van még a rendvédelem berkein belül, anélkül, hogy hosszasan belefolynék az alacsony fizetésekre kell gondolnunk, vagy a korkedvezményes nyugdíjra, amelyet a Mi Hazánk mozgalom visszaállítana, de vannak sajnos új keletű problémák is, például a déli határral kapcsolatban, hogy ott mit kellene tennie egy honvédnek, rendőrnek vagy határvadásznak, vagy hogy a tűzoltó laktanyákban mi a helyzet, de erről részleteiben Vidó Attila fog beszélni, a Mi Hazánk rendvédelmi szakpolitikusa, úgyhogy át is adnám neki a szót. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! Én is üdvözlöm a sajtó megjelent részvevőit. Két dologról szeretnék beszélni ezen a sajtótájékoztatón. Az egyik, ahogy már kollégám említette, a határnál kialakult helyzet és ahhoz kapcsolódó dolgok. Nemrég a Parlament Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának az ülésén furcsa dolgok hangzottak el kormánypárti politikusok szájából, konkrétan a Rétvári Bence államtitkár úr olyan dolgot mondott, amit mi, mint szakpolitikusok szinte értetlenül hallgattuk. Konkrétan az hangzott el, és most nem szó szerint fog természetesen idézni, hogy azért nem állítják bíróság elé, és nem zárják börtönbe azokat az embereket, akik a határnál illegálisan átlépnek, sokszor még rá is támadnak a ott szolgáltat teljesítő határvédelmi egységekre, mert nincs erre elég kapacitás, nincs elég börtön, illetve, hogy sok pénzbe kerülne ez az országnak. Hát mi ezt elfogadhatatlannak tartjuk. Igenis követeljük, hogy a büntető törvénykönyvben leírtakat, aki megsérti, azokat igenis fogják el, állítsák bíróság elé, és a bíróság úgy látja, hogy azokat a törvénysértéseket elkövették, akkor igenis börtönbe kell zárni, és nem lehet az kifogás, hogy azért nem zárjuk be őket, mert nincs elég börtönhely, illetve hogy ez sokba kerül az államnak. Ezen felül szintén a határhoz kapcsolódóan, igenis a rendőrségi törvényben leírtaknak megfelelően, ha a határt védő egységekre, illetve az ott szolgáltat teljesítő rendőrökre, katonákra, illetve most már határvadászokra rátámadnak ezek az országunkat osromló hordák, akkor igenis használhassa a lőfegyverét, természetesen jogszerűen és szakszerűen, de használhassa a lőfegyverét az ott szolgáltat teljesítő határt védő honvéd, rendőr, illetve határvadász. Ez volt az egyik rész, amit itt a sajtót szeretem volna tájékoztatni, tehát ezt követeljük, hogy igenis tartsák be a törvényeket, és tartassák be a törvényeket ezekkel az emberekkel szembe. A másik, itt van a tél a nyakunkon, rengeteg visszajelzést kapunk a rendőr és tűzoltó kollégáktól, mivel ők is állami intézmények, így ott is 18 fok a maximált hőmérséklet, amit lehet tartani a laktanyákba. Gondolom, nem kell senkinek magyarázni egy ilyen időjárás közepette, hogyha egy tűzoltó egység több órára kimegy egy káresethez vagy tűzesethez beavatkozni,
akkor igen erőteljesen elázik a ruhájuk, a védőruhájuk. El lehet képzelni, hogy utána, amikor bemennek úgymond a hideg laktanyába, akkor milyen kellemes az, hogy ugyanolyan hidegben lesznek jóformán, mint kint voltak. És erre jöhet még az, hogy pár óra múlva ugyanezt az átázott ruhát, de lehet, hogy pár perc múlva ismét fel kell venni. Váltóruha nincs biztosítva. Illetve nincs olyan helység, ezek a védőruhák nagyon vastagok, ezek pár perc alatt természetesen nem száradnak meg. Ezért a Mi Hazánk mozgalom követeli, hogy a tűzoltó laktanyákba, illetve a rendőrkapitányságokon legyenek kialakítva úgymond melegedő helységek, ahol a 18 fokval ellentétben minimum 22-23 fok van tartva, hogy amikor ezek az egységek beérkeznek kintről, legyen egy hely, ahol fel tudnak viszonylag gyorsan melegedni, illetve ha szerencséjük van, még a ruhájuk is tudjon egy kicsit száradni, valamint ezen kívül azt is követeljük, hogy kerüljenek beszerzésre nagy teljesítményű szárítógépek a tűzoltó laktanyákban. Mondom, hogy ezeket a védőruhákat meg lehessen szárítani. Már csak azért is, mert most is ezek a különböző rendvédelmi szervek már óriási létszámhiánnyal küzdenek, és nem tudom, hogy egy ilyen beavatkozás után, amikor eláztak, és esetleg egy egységből 50-60%-a megbetegszik, tüdőgyulladás kap, vagy nagy Isten elkapja a Covidot, azt el lehet még most kapni, nem tudom, a Covidot, akkor hogy fogják kiadni a szolgálatokat? Tehát ezért követeljük ezeket a dolgokat. Nagyjából ennyiről szerettem volna most beszámolni önöknek, természetesen a lehetőségeinkhez mérten ezt a parlamentbe is, különböző bizottságokba, illetve a parlament elé fogja Mi Hazánk mozgalom terjeszteni.